A Városháza bencs termében gyűltek össze idén is a nyíregyházi idősszervezetek vezetői. Az esztendő első idősügyi tanácsülésének legfontosabb témája a szervezet munkatervének elfogadása mellett az idősek akadémiájának folytatása volt. A legfontosabb az, hogy el kell fogadni az ezévi munkatervet, amelyben lényegében az egész idősügyi tanácsnak az ezévi munkája benne foglalkozik. Az egyik legfontosabb dolog az, ami talán a legnépszerűbb is, hogy ma feltáródik az a idősek akadémiájának második évada Semsei professzor úr által, amelyek a tavalyi évben nagyon nagy sikere volt, és ezben az évben is folytatjuk. Az ülés résztvevői idén is részletes tájékoztatót hallhattak az egyes idősellátási formákat illetően. Minden évben visszatérően tájékoztatjuk a jelenlévő idős szervezetek vezetőit arról, hogy hogyan alakulnak az idősellátás térítési díjai. Az idén sem lesz másképp, most lesz egy részletes tájékoztató arról, hogy milyen idősellátási formák vannak, és hogy milyenek ezekben a térítési díjak a városban élő idősek számára. Az ülésen a tanács legújabb kezdeményezése, a generációk közötti vetélkedő is szóba került. A generációk egymás közt című vetélkedőt azt az idősügyi tanács most fogja először meghirdetni, tehát itt még egy ilyen kitaposatlan dolog van. Nyilvánvaló, hogy Nyíregyházával kapcsolatos lesz ez a vetélkedő, mert hát úgy Ildomos ezt szeretnénk, és úgy, hogy unoka, szülő, nagyszülő egy-egy csapatot alkotva, hogy a családok ezáltal is jobban összefonódjanak. A tanácskozáson mindezek mellett szó volt a hajléktalan és a nehéz sorsú idős emberek ellátásáról, a Kossuth tér kerékpármentesítéséről, valamint áttekintették a Digitális Magyarország programját is.